táplálékaink, ételeink keményítő tartalmát fogjuk vizsgálni. A táplálékok, ételek egy kis darabjára lugololdatot cseppentünk, és megfigyeljük a változásokat. Szőlőcukrot, burgonyát, füstlit, száraz tésztát, fehér csokoládét és almát vizsgálunk. Jól látható már most a változás. Azokban a tápanyagokban, amelyekben nem mutatható ki keményítő, a lugololdat sárgás-barna színét láthatjuk, amelyik nagy keményítő tartalmú, azokban a lugololdat kék színűre változott. Így a burgonya és a száraz tészta esetében egyértelmű a keményítő tartalom. A lugololdat segítségével tehát az anyagok keményítő tartalmát mutatjuk ki.